A 76 fős, vándorló szépkorúak baráti köre Karácsonyváróval készült az ünnepekre. Az eseményen Zsinka János beszédében a közösség és a szeretet fontosságát emelte ki. Az alkalmat megelőzően a szervezet disznót is vágott, ebből készült el az ünnepi ebéd. Zsinka János szerint ebben az időszakban az összetartozás különösen fontos. Egész évben a család, akik vidéken laknak, haza-haza mennek, de igazán akkor, amikor van a karácsonyi ünnepség, az a szeretet ünnepe, együtt van a család. A csoporttársaikkal egész éve megyünk kirándulni, megyünk sok-sok rendezvényre. Van, aki egyiken van ott, van, aki a másikon van ott, de igazán most vannak itt, most vannak a szeretet ünnepe. Én azt gondolom, hogy nem az ajándékba kell mérni a szeretetet, hanem azzal a személlyel, azzal a családtaggal érezteti kell a szeretetet, hogy odafigyelünk rá, gondoskodunk róla. A csoporttagok különböző ajándékokkal is készültek, melyeket tombola formájában sorsoltak ki egymás között. Volt, aki különböző kézileg barkácsolt tárgyakkal készült, mások ételeket és italokat hoztak. Felk Márton, a szervezet tagja és Murga polgármestere szerint az idősek számára a közösségi rendezvények fontosak, kiemelten azoknak, akik egyedül élnek. Nagyon jó példa erre, hogy itt ez a csoport ez minden évben ilyen meghitt körülmények között tartja ezt a rendezvényét. Tulajdonképpen ez talán a otthoni családi karácsonyra egy kis ráhangolódás, és ilyenkor úgy tényleg hát együtt vagyunk, együtt tudunk gondolkodni, és egy jó programokat tudunk kiszervezni. A baráti kör karácsonyfája Svédországból származik, felajánlás alapján jutott el a szervezethez. A vezetők a tagok számára a jövő évben is számos programmal készülnek.